Volodymyr Zelenszky elnök szerdán távértekezletet tartott, amelyen a lengyel gazdák határblokkádjára adandó válaszokat és a fronthelyzetet vitatták meg. Számolt be az Erbeka Ukrajna hírportál az államfő Telegram közlésére hivatkozva. Az elnök elmondta, hogy a távértekezleten részletesen megvitatták a helyzetet és meghatározták Ukrajna következő lépéseit. Ezek nagyon gyorsak lesznek, tette hozzá. Folytatni kell az Európai Unióval folytatott kereskedelem liberalizációját, és hálás vagyok az Európai Bizottság egyértelmű álláspontjáért. Egységünknek erősnek kell lennie a közös biztonság és az orosz agresszió által veszélyeztetett összes ország biztonsága érdekében is. Helyi érdekeknek ezt nincs joguk megingatni, hangsúlyozta.